Topolyán két kategóriában lehetett pályázni. A működési költségekre 29 egyesület 640 ezer dinárt kapott, míg a programokra és a rendezvényekre 59 szervezet kérelmét hagyták jóvá. A programokra lehetett pályázni, itt összesen 61-en pályáztak. A 61 pályázóból csak két pályázó volt, aki nem tett eleget a kiírásnak. Itt szintén ilyen, itt azt hiszem mind a két esetben éppen hiányos dokumentációról volt szó, tehát mind a két esetben ezért voltunk kénytelenek elutasítani ezt a két pályázót, és itt erre a pozícióra összesen 1 millió 840 ezer dinár lett jóvá hagyva. A topolyai községben 86 civil szervezetet tartanak nyilván. A községi pályázaton résztvevők aránya hasonló a tavalyihoz. Az előző évhez viszonyítva érdekes módon pont ugyanannyian pályáztak, tehát a 2010-es évben is 61 pályázónk volt, de azt meg kell, hogy említsem, hogy nem ugyanazok pályáztak, tehát van, akik a tavalyi évben pályáztak, az idén nem pályáztak, vannak újabb civil szervezetek, akik újra alakult civil szervezetek is, tehát minden évben változik egy kicsikét ez a kép. Az egyesületeknek a 20 ezer dinár feletti összegeket három részletben fizetik ki. A támogatások átutalását az illetékesek ígérete szerint két hét múlva kezdik meg.